nagyon közel áll a szívünkhöz, hiszen hatalmas közösség összekovácsoló ereje van. Mindenkinek van valamilyen személyes kapcsolata a sporttal, akár aktív szinten űzi, akár hobbi szinten, vagy szurkolóként. És hát a divatban is egyre nagyobb teret kapnak a sportosan elegáns szettek, és egyre többen örülünk annak, hogy már lassan mindenhez lehet hordani sportcipőt, és ez nagyon jó inspiráció egyébként ez a divat show, mind a mellett, hogy világszínvonalú táncos jelenetek is vannak benne. Nagy öröm számunkra, hogy gyakorlatilag a világon először kifutom, az Allébban mutatjuk be a magyar olimpiai csapatforma ruháját. Ezzel az eseménysorozattal szeretnénk a magyar sportolók eddigi és jövőben is sikerei előtt tisztelegni. Igazából az volt a nagyon inspiráló ebben a feladatban, hogy az emberi test mióta mozog, és mióta textíliákat rakunk rá, azóta mindig egy elképesztően nagy lehetőség arra, hogy az divattá váljon, hogy az művészetté váljon, hogy az táncá váljon, hogy az képzőművészetté váljon. És gyakorlatilag a divatba hozzuk a sportot, ez egy olyan szlogen, ami arról szól, hogy az elmúlt 100 évben a sport és a tömegsport divattá vált. Ezért az öltözködésben a sportos ruhadarabok, a sportruházat megjelent, sőt egyeduralkodóvá kezd válni, és a legnagyobb luxus márkák is, a Louis Vuittontól a Gucciig, gyakorlatilag biciklis nadrágokat, futótopokat, joggingokat és sportcipőket emelnek be a kollekciójukba. Tehát innentől kezdve a mi számunkra, mint Wonderland, egy teljesen egyértelmű kiindulási pont volt az, hogy a sportot, a táncot, a divatot, a képzőművészetet és a zenét összekapcsoljuk. Körülbelül majdnem egy hónapos próbaidőszak előzi meg azt a produkciót, amit most láthattunk, napi 5-6 órában a táncosok esetében, és ugye nagyon érdekes volt az, hogy ugye mi előkészítettük úgymond a terepet ahhoz, hogy a sportolókat később belehelyezzük a koreográfiába, ami ugye megint egy érdekes, mondjuk egy tornász fiúnak elmagyarázni azt, hogy ütemre, zeneileg, hol kell, hogy megérkezzen, mit, hogy kell csinálnia, de hihetetlenül élvezték, és nagyon-nagyon szeretik különben. És ne felejtsük el, hogy ugye egy üzletközpontban vagyunk, ahol bérlők kollekcióit mutatjuk be, tehát gyakorlatilag az, amit a szújóik elmondtak, hogy 355 szett került bemutatásra, ez a 355 szett, ezt meg kell szorozni körülbelül 4-5-tel, ahhoz, hogy kijön az a darabszám, ami itt felvonult, és amit innen a bérlők kollekcióiból, a boltokból, a fantasztikus partnerektől össze kellett szedni, kollekcióba kellett rakni, tehát ez gyakorlatilag 1500-1600 darab ruha, kiegészítő, stb., ami gyakorlatilag az alapját adta annak, hogy utána ez az egész kreativitás megvalósulhasson.